Visszatértek az oltóorvosok az iskolákba, hogy beadják a második vakcinát a tanév elején koronavírus ellen beoltott diákoknak. A közlemény szerint a diákok már az első oltás során megkapták a második oltás pontos időpontját és helyszínét. Jelezték azt is, az internetes időpontfoglalással és az iskolai oltásokkal együtt már 228.012-17 év közötti diák kapta meg eddig az oltást, így tovább növekedett az oktatás biztonsága. A 18-19 éves korosztály 61%-a már beoltatta magát. Ebben a korosztályban 121 000 fiatal élt már az oltás lehetőségével. Az iskolai oltások első fordulóján több mint 2000 helyszínen majdnem 47 000 diákot oltottak be. Emellett továbbra is folyamatosan nyitva az internetes regisztráció és időpontfoglalás lehetősége minden 12. év felettinek, tették hozzá. Hangsúlyozták, a kormány célja, hogy az iskolák továbbra is zavartalanul jelenléti oktatásban működjenek, hiszen a munkába járó szülőknek és a gyermekeknek is ez a legjobb. Ezért továbbra is az oltást javasolják a diákoknak és a pedagógusoknak is, hiszen az oltás adja a legerősebb védelmet a vírus ellen. A 12 év feletti gyerekeket, fiatalokat továbbra is könnyedén lehet regisztrálni a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon, majd a regisztráció érvényesítés követően időpontot is lehet foglalni a kórházi oltópontokra. A www.est.gov.hu honlapon hívták fel a figyelmet hozzátéve. Ugyanez még azon pedagógusra és iskolai dolgozóira is igaz, aki esetleg még nem oltatta be magát. A már korábban beoltott pedagógusok és iskolai dolgozók akár az elmaradt második és a harmadik oltásra is tudnak időpontot foglalni, írták a közleményben.